Józsué könyve, 22. rész, Józsué elbocsátja a Jordánon túli törzseket. Akkor összehívatta Józsué a rúbenieket, gádiakat és manassé törzse felét, és ezt mondta nekik, megtartottátok mindazt, amit Mózes az úr szolgája nektek megparancsolt, és hallgattatok a szavamra, bármit is parancsoltam nektek nem hagytátok el testvéreiteket e hosszú idő alatt, mind a mai napig, hanem hűségesen megtartottátok azt a parancsolatot, amelyet az Úr a ti istenetek elrendelt. Most már nyugalmat adott istenetek az Úr testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes, az Úr szolgája a Jordánon túl. De nagyon vigyázzatok! Tartsátok meg mindazt a parancsolatot és azt a törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt meg nektek: szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és mindenben az ő útjain járjatok. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és őt szolgáljátok teljes szívetekből és teljes lelketekből. Azután megáldotta és elbocsátotta őket Józsué, ők pedig elmentek sátraikba. Manassé törzse egyik felének Mózes adott örökséget básámban, a másik felének pedig Józsué adott testvéreik között a Jordánon innen, a nyugati oldalon. Ezeket is elbocsátotta Józsué a sátraikba, és megáldotta őket. Ezt mondta nekik, térjetek vissza sátraitokba mindazzal, amit megszereztetek, igen sok jószággal, ezüsttel és aranyjal, rézzel és vassal, meg igen sok ruhával de osszátok meg testvéreitekkel azt, amit az ellenségeitektől zsákmányoltatok. Oltárépítés a Jordán partján. Akkor megfordultak és eltávoztak Rúben fiai, Gát fiai és Manassé törzsének fele Izrael fiaitól a Kánaán földjén levő sílóból, elmentek Gileát földjére, arra a földre, amelyet birtokba vettek az úrnak Mózes által adott parancsa szerint. Amikor Gelilótba értek, amely még Kánaán földjén a Jordán mellett van, oltárt építettek ott a Jordán mellett Rúben fiai, Gát fiai és Manassé törzsének a fele egy feltűnően nagy oltárt. Izrael fiai azonban meghallották, hogy oltárt építettek Rúben fiai, Gát fiai és a Manassé törzsének a fele Kánaán földjének a határán, a Jordán mellett, Gelilótnál az izraeli oldalon amikor ezt Izrael fiai meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége sílóban, hogy hadat indítsanak ellenük. Ekkor Izrael fiai elküldték Rúben fiaihoz, Gát fiaihoz és Manassé törzsének a feléhez Gileát földjére Fineást, Eleázár pap fiát, és vele együtt tíz fejedelmet, egy-egy fejedelmet Izrael valamennyi törzséből, egy-egy nagy családból, mindegyikük a maga nagy családjának a feje volt Izrael nemzetségei között. Amikor megérkeztek Rúben fiaihoz, Gát fiaihoz és Manassé törzsének feléhez Gilád földjére, így beszéltek hozzájuk. Ezt üzeni az úr egész közössége. Micsoda hűtlenséget követtetek el Izrael istene ellen, hogy már is elfordultatok az úrtól. Ti most az úr ellen lázadtatok azzal, hogy oltárt építettetek magatoknak, nem elég, hogy Peor miatt bűnbe estünk, amelyből még máig sem tisztultunk meg, és amely miatt csapás érte az Úr közösségét? Ti pedig már is elfordultatok az Úrtól. Pedig, ha ti ma fellázadtok az Úr ellen, holnap ő Izrael egész közösségére fog haragudni. Ha tisztátalan földati birtokotok, jöjjetek át erre a földre, amely az Úr birtoka, ahol az Úr hajléka van, és legyen közöttünk a birtokotok. De az Úr ellen ne lázadjatok fel, és ellenünk se lázadjatok azzal, hogy oltárt építetek magatoknak, Istenünknek, az Úrnak az oltárán kívül. Amikor Ákán Zerak fia hűtlenül bánta kiirtása rendelt dolgokkal, Izrael egész közösségére haragudott meg az Úr, pedig ő csak egyetlen ember volt. Nem kellett bűne miatt elpusztulnia ekkor megszólaltak Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele, és így szóltak Izrael nemzetség főihez. Tudja az Úr az erős Isten, az Úr az erős Isten, és tudja meg Izrael is, hogy lázadás vagy az Úr elleni hűtlensége ez. Ha igen, úgy ne segítsen meg bennünket ezen a napon. Maga az Úr vizsgálja meg, hogy azért építettünk-e oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, és égő áldozatot, meg ételáldozatot készítsünk, vagy béke áldozatot mutassunk be rajta. Sőt, inkább azért csináltuk ezt, mert attól tartunk, hogy holnap ezt mondják a ti fiaitok a mi fiainknak. Mit akartok ti az úrtól, Izrael istenétől? Hiszen a Jordánt határrá tette az úr köztünk és köztetek, Rúben fiai és Gát fiai nincs nektek közöttök az úrhoz, így a ti fiaitok lesznek az okai annak, ha a mi fiaink nem félik majd az urat. Azért ezt mondtuk, fogjunk hozzá és építsük meg ezt az oltárt, de nem égő áldozatra és nem véres áldozatra, hanem hogy ez legyen a tanú köztünk és köztetek meg az utánunk következő nemzedékek között arra, hogy mi az urat akarjuk tisztelni az őszíne előtt bemutatott égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és béke áldozatainkkal. Ne mondhassák holnap a ti fiaitok, a mi fiainknak, nincs nektek közötök az úrhoz. Azt mondtuk tehát, ha ezt mondják majd nekünk vagy az utódainknak, akkor azt fogjuk felelni, nézzétek az Úr oltárának a mását, amelyet atyáink készítettek, de nem égő áldozatra és nem véres áldozatra, hanem hogy ez legyen a tanú köztünk és köztetek. Távol legyen tőlünk, hogy fellázadjunk az Úr ellen, és elforduljunk ma az Úrtól azzal, hogy égő áldozatra, ételáldozatra vagy véres áldozatra való oltárt építsünk Istenünknek az Úrnak az oltárán kívül, amely az ő hajléka előtt áll. Amikor meghallotta a Fineás pap és a közösség fejedelmei Izrael nemzetség fői, akik vele voltak, azokat a szavakat, amelyeket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiai mondtak, tetszett nekik. Fineás, Eleázár pap fia ezért azt mondta Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiainak. Most már tudjuk, hogy köztünk van az úr, mert nem követtetek el ezzel hűtlenséget az úr ellen, így hát megmentettétek Izrael fiait az úr kezétől. Ezután Finás, Eleázár pap fia és a fejedelmek visszatértek Rúben fiaitól és Gád fiaitól, Gilád földjéről, Kánaán földjére, Izrael fiaihoz, és jelentették nekik a dolgot. Tetszett ez a dolog Izrael fiainak is, ezért áldották Istent Izrael fiai. Nem gondoltak többé arra, hogy hadat indítsanak ellenük, és elpusztítsák azt a földet, ahol Rúben fiai és Gád fiai laktak. Az oltárt pedig így nevezték Rúben fiai és Gát fiai ez a tanú közöttünk, hogy az Úr az Isten.